Budafok csendes kis utcájában messziről vonza a tekinteteket a meredeken emelkedő Pék utca és a zsoldos forduló sarkán álló impozáns kis kastély. Az őrtorony falára, de akár a kerítésre is kerülhetne hirdetőtábla, hogy az épületben üzemel a Bodnár klinika, de erre semmi szükség nincs. Az egykori sporttársak és a jelenlegi kuncsaftok mind tudják, Bodnár József, a fradisták szakálla él és dolgozik az épületben. Vagy dolgozik és él? Ezt kérdeztem meg tőle először. Hova érkeztünk? Azt mondd meg nekem most, ez a Bodnár klinika, ez az otthonod, ez egy kis múzeum. Mi ez? Hát valójában először az otthonom, 4 gyermekem van, tehát a családom együtt itt lagunk, és akkor a házon belül kialakítottam egy magánrendelőt, ez a Bodnár klinika, ahol igazán tehát gerincbetegeket gyógyítok. Egy összetett dolog, mert az élsportban 59 éve vagyok, és mellette a gerincbetegeket 40 éve gyógyítom. Tehát abban az időben, a kommunista időkben, tehát amikor megszereztem a diplomákat, akkor azért más volt. Más volt minket, mint a sportmasszőr, tehát orvosok képeztek, ahhoz, hogy gyógymasszőr legyek, 4 év kellett. De hát itt látszik azért a régi címereken, hogy ez régóta, hát igyekeztem aztán minden területet elvégezni, ott így kínaiaknál az akupresszúrát, a kiropraktikát ott, és megtanultam az oroszoktól, megtanultam az amerikaiaktól, és akkor egy ami az én területemhez tartozik, igyekeztem mindent elvégezni. Akkor bemehetünk a miniszentébe? Természetesen, fáradjatok. Köszönöm szépen. Ezek azok a relikviák, amikről hamarosan beszélgetni fogunk, még egy picit legyenek türelemmel, még maradjunk a szakmánál, mert hogy azt mondtad, hogy ugye nem csak sportolókkal foglalkozol, vagy nem csak sportolókat fogadsz, hanem kvázi mint magánklinika bárki betérhet ide, akinek panasza van. Jellemzően mik ezek a panaszok? Látsz valami változást azzal, hogy beléptünk a 21. században, egyre több az ülőmunka akár? Hát igen, mert valójában itt, amit én kialakítottam a hosszú évek során, az a gerincbetegek. Tehát gyakorlatban az embereknek a 80%-ának van gerinc problémája. Na most itt Magyarországon a fejlett egészségügy, itt nem csinálnak más, hanem fájdalomcsillapítás vagy műtét. Na most a keleti gyógymód szerint pedig tilos. Tehát a gerincet tilos valójában megműteni. Más, hogyha egy trauma élt, de itt arról beszélünk, hogy a gerincsér, főleg ami nagyon sok embereknek van lumbál és nyaki részen, tehát az műtét nélkül nagyon szépen helyre lehet hozni. És hogy honnan ez a sok emléktárgy, zászlók, mezek, fotók? A válasz egyszerű, az években, évtizedekben keresendő. 59 év az élsportban, 59 év valójában, tehát profi kerékpárversenyző voltam, utána a labdarúgó csapatnál több mint 20 évet, tehát a két bajnokság között 20 év van, több mint 20 évet ültem a kispadon, aztán 2003-tól meg az olimpiai csapatnak lettem a fizioterapeutája. Hát rengeteg siker, rengeteg emlék, tehát nem csak a futballisták jártak ide, mert akár a Kókó abban lett olimpiai bajnok, világbajnok, Európa bajnok, vagy ott van a Szávainak a teniszütője. Tehát bármelyik sportágban, tehát nincs olyan sportág, aki nem akár nézek a képen, birkózó vagy majorost, 2 gerincsérje volt a majorosnak is, és rendbe hoztam, nem az utcán sétárgatott, hanem olimpiát nyert. Bodnár József a tokiói olimpián is ott lesz. Évközben a kart csapattal foglalkozik, az ötkarikás játékokon viszont az összes kvalifikált magyar vívó bízhat szakértelmében. Hát most már teljes gőzerővel ott készülünk, edzőtáborok, valójában versenyek már nem lesznek. Tokióban is előtte mi 2 hét edzőtábor, aztán utána költözünk be az olimpiai faluba. De hát Szilágyi Áron effektív konkrétan, tehát a 3. aranyéremért megyünk, mert az elsőt Londonba, utána Rióba, és most jön a 3., még plusz megerősítve még ott van egy jó csapat. Egy sportmesszőr az tudja, az érzi, hogy esélyes-e a sportoló, hogy nem tudom, a teste alapján, vagy az állapota alapján? Hát én legalábbis, én valójában, tehát London előtt hát én olyan szinten hittem az Áronnak a győzelmével, hogy nem is tudtam másra gondolni. Tehát még valójában, még előtte emlékszem, hogy
Én előbb kint voltam Londonban, jött az Áron az edzőjével, mondom, hogy csináljunk háromukról egy képet. Mondom, hogy Áron tett fel a Facebookra, akkor én még nem értettem hozzá, de a szöveget diktálom, akkor írja, megérkeztem Londonba az Olimpia színhelyére. Ezzel az utolsó reményük is elszállt, addig volt esélyük, meg nem jöttem. Hát az a bölcs gyerek, az nézett, mondta, hát Áron, hát ha te nem hiszel, akkor ki? Tehát persze, én hittem, hogy végig, hittem, tehát ugyanúgy a harmadik aranyéremben is. Hát erre készülünk, ezért megyünk. Fejbe dől el. Mondtam is az Áronnak, neked könnyű, tehetséges, szorgalmas vagy, de fejbe dől el. Mondom, fejbe, fejbe. Nem csak sportmasszor, hanem pszichológus is? Hát más, mert könnyebb nekem, mert tehát profi sportoló voltam. Tehát valójában, tehát sokkal jobban érzem, hogy az akár egy érzésen verseny, hogy adott esetben, hogy mire van szüksége a versenyzőnek. Vissza egy picit a Fradihoz, mert egy ilyen valóságos múzeumban nehéz kibírni nosztalgiázás nélkül. A leggonoszabb kérdés, hogyha egy emléket a Fradiból kéne kiemelni, és tényleg csak egyet, akkor mi az, ami így beugrik neked? Hát nehéz, mert nagyon sok szép emlék, tehát nagyon sok. Hát most talán azt mondom, azok a BL meccsek. Tehát amikor már effektív oda kerültünk ki, az első meccset lejátszottuk, és akkor belülről igazán akkor érzi az ember, hogy mit jelent, de nagyon nagy élmény volt a Nyilasival a 92-es bajnokságunkkor, az üres stadionban 20 ezer ember vált. Tehát az leírhatatlan élmény, tehát 3 napig ünnepeltük. Tehát valójában a siker egy olyan baráti kapcsolat a csapat, hogy utána még Görögországban együtt nyaraltunk. Tehát ilyen azért ritkán adódik. Igen, hogy a komplett csapat együtt nyaralt. Akkor már feleségek, mennyasszonyok, akkor mindenki. Tényleg beszélhetnénk minden egyes emléktárgyról, ennek azonban határt szab a műsoridőnk. Egy fotó keret mellett azonban ne menjünk el szó nélkül. 19 évvel ezelőtt épp május 17-én hunyt el Kubola László, a Fradi, a magyar és a katalán labdarúgás büszkesége, akit egykor szintén kezelt Bodnár József. A Kubola László, tehát hozzám járt kezelésre, és utána egy hónapot kint voltam vele Barcelonában. Tehát ott közelről valójában, tehát ez a Barcelona öltözője, ez az ellenfél öltözője, mint személyesen már Barcelonában ott lent, de úgy egy Kubalával, az felmérhetetlen élmény volt. Akárhová valójában mentünk, az példanélküli, ami tisztelet körülvette őt. Félelmet. Hát a stadiont is végette építették, mert hogy kicsi volt a stadion, itt lehet látni ezen szintén Kubala, még a régi stadion, tehát kicsi volt. És ja, hogy már annyira megtöltötték az emberek. Igen, hogy kellett.